Nyáron is tartottak edzéseket a Karcagi Sport Egyesület kosarasainak a Városi Sportcsarnokban. Tudtuk meg Fodor Csaba szakosztályvezetőtől. A Karcagi Sport Egyesület kosár szakosztályának vezetőjével Fodor Csabával beszélgettünk, közben mögöttünk elkezdődött a Zádor Kupa verseny. Honnan az elnevezés? Hát Karcaghoz kötődik ugye a Zádor híd, innen az elnevezés. Annak idején, amikor ugye ez elkezdődött, ez a felkészülési torna, hát már több mint 10 éve, akkor ezt a nevet találtuk ki, ami Karcaghoz kötődő, tehát maga a Zádor híd. Kik neveztek idén, és itt van-e a tavalyi győztes? Hát a Törökszent Miklósi kosárlabda Egyesület csapata érkezett hozzánk, ővelük kezdtük meg a tornát. A Szolnoki Olaj KK-nak utánpótlás csapata fog érkezni, és a Karcagi Ese csapata. Nincs itt a tavalyi győztes, ők most más programot választottak. Mi a tét, hiszen ilyenkor mindenki ezzel a kupát szeretné elnyerni. Van-e vándorkupa? Nincs vándorkupa. Minden évben az első, második, harmadik helyezett kap kupát, és azt hazaviheti jutalomként. Úgyhogy ez a célja, hogy felkészüljenek a csapatok a bajnokságra, hiszen októberben mindenhol elkezdődnek a bajnokságok. Már a felkészülést minden csapat elkezdte a bajnokságra, és most egy kis erőpróba, hogy hogy is állnak a milyen szinten a csapatok, hogy szeptemberben lehessen még gyakorolni és készülni az októberben kezdődő bajnokságra. Kecsepesi Tiborral beszélgetünk itt a Kossáligában, mögöttünk pedig a Zádor Hídkupa verseny, mert el is kezdődött. Hogyan látja, milyen a csapatok felkészülése? Valóban kedvező az időjárás, de szerintem már megszokott itt a Kossárliget sportpályán, hiszen harmadik alkalommal kerül meg szervezésre, rendezésre, kosárlabda, torna valamilyen formában, és eddig mindig nagyon meleg volt, nincs ez másképpen most sem. Picit más jellegű, mint az eddigiek. Viszont, hogy ne maradjon kosárlabda nélkül a pálya, hiszen mégiscsak az a funkciója, hogy használjuk és minél több sportolási lehetőséget biztosítsunk. Ezért a megyei kosárlabda szövetségek közösen egy felnőtt felkészülési és egyfajta bemutató jellegű kosárlabda tornát szerveztünk a mai napra. Én azt gondolom, hogy akik elfogadták a meghívásunkat, a vidéki csapatok, ugye Törökszent Miklós és a Szolnoki Olajbányász, egy nagyon jó kis tornát fognak itt produkálni a most már azért gyülekező és szép számú közönség részére.